Az elmúlt szezonban látottal megegyező csapattal fogadta az alaposan megerősített Hajdúszoboszlót a Nyírbátor. Az első 5 percben felváltva estek a gólok, aztán elkezdett ellépni ellenfelétől a vendégcsapat. A legnagyobb különbség a félidő végére alakult ki, 30 perc játék után 10-18 állt az eredményjelzőn. Fordulás után nem nőtt a különbség, sőt negyed órával a meccs vége előtt 5 gólra zárkózott fel a Nyírbátor. Tovább is csökkenhetett volna a hátrány, azonban hazai zicserek maradtak ki, a Hajdúszoboszló pedig újítani tudott, és végül 7 gólos győzelmet aratott az első forduló rangadóján. Nyírbátorban mindig nehéz, főleg idegenben ugye pontot szerezni. Mindenképpen a pontosságot kértem tőlük, hiszen ugye a szezon elején vagyunk, nagyon meleg van, nagyon könnyen csúszik a labda, és ennek megfelelően elég jól kezdtük, de a szélsőink sokat hibáztak, és ezt azért könnyűtelenül kihasználja ugye az ellenfél. Úgyhogy a váltás után sikerült egy kis előnyt szerezni, ami ugye a félidő végére az már egész jó lett, és azt próbáltuk megtartani, azért mi is belefáradtunk. A hazaiak edzője nem csak az eredmény miatt volt csalódott a mérkőzés után. Néhány játékosom kivételével jobban akarták ezt a győzelmet. Valamilyen úton módon meg ki kell deríteni az okát, hogy mi volt ez a enervált, sokszor nem törődöm játék. Nem szeretnék most olyat mondani, amit később megbánnék, de sajnos a látottak azok most elszomorítanak engem nagyon. Nem így ismertem meg ezt a csapatot, illetve nem ezt a hozzáállást mutatták az előző évadban. Én nagyon el vagyok nagyon szomorú vagyok, hogy nem sikerült jól elkezdeni ezt a bajnokságot. Óriási dolog lett volna győzelemmel kezdeni, főleg úgy, hogy a Kisvárda és a Balmazújváros is idegenbe tudott győzni. Ez mind a mi malmunkra hajtotta volna a vizet. Sajnálom, sajnos át kell itt értékelni néhány dolgot, meg kell beszéljük a héten, a fejeket rendbe kell tenni. A 4 gólt szerző csapatkapitány Alves Bence szerint, bár több számukra ismerős játékos szerepelt az ellenfélnél, a Hajdúszoboszló tudott újat mutatni a pályán. Megleptek minket először is, gratulálok a Hajdúszoboszlónak. Nagyon látszott rajtuk, hogy felkészültek. Igen, sok ismerős játékos volt a szoboszlói csapatban, mert néhány éve még itt játszottak. Úgy gondolom nem az okozta a különbséget, hanem inkább a sok kihagyott zicser a mi oldalunkon, meg nagyon-nagyon jó kapus teljesítmény láthatunk a Hajdúszoboszlói csapatánál. A forduló további eredményei a következők: Deac 2 Hajdúböszörmény 30-26, Hajdúnánás Balmazújváros 20-24 és Tiszavasvári Kisvárda 29-30. A Nyírbátor legközelebb vasárnap Kisvárdán lép pályára.